Landplan Hotel, jövetmenet, nálunk jókat alhat, ehet. Győr közelében a 81-es főút mellett várjuk vendégeinket. A Gyirmód TV videói a Landplan Hotel támogatásával készülnek. Ugye eddig három mérkőzést játszott egymás ellen a Gyirmód és a Dorog, és Nagy Patrik mindhárom találkozón gólt lőtt, úgyhogy ő egyfajta mumusa a bányász csapatnak. Most lekészít Nagy Patrik, Herjecki. Elég nagy ott a tömeg, de Herjecki megoldja. Faragó. Középen Városi és Paudics. Paudicsnak ez majdnem jó lett. Krebs, szabálytalanság. Heffler. Szarka. Most a lövés. Szöglet. Preisinger. Még egyet tor rajta. Az nagyszerű passz Szarkának. Gól. Vezet a Gyirmót. Les. Úgyhogy mégsem. Szarka. Kis szerencsével előtte marad a labda. Heffler. Középen Koltai. Heffler. Most a beadás Szarka irányába. Koltai fölé. Szilvási. Heffler szépen teszi maga elé. Heffler, Horvát. Szilvási. Nagy Patrik merre veszi, és rá is dőlhet Nagy. Picit nagy volt a svungja. Koltai, Paudics el tudja vinni a labdát. Húha, és még kontár is lemarad. Ezzel a kontrával most óriási lehetőséghez jut a Dorog. Rusák kijön a kapujából, és óriási védés. Nem, 11-es. Szerintem ez most nem biztos, hogy jó döntés, hiszen Rusák úgy tűnt, elsőre elütötte a labdát. Bekeit eltolta a labdát, ez egyértelmű, hogy Rusák elérte. Ez most egy jogtalan 11-es legalábbis. Szerintem itt látszik majd a legjobban, tökéletes védés. Paudics fut neki, gól! Rusák jó helyre repült ugyan. De Paudics lövése 11-ese annyira pontos volt, hogy éppen befért a jobb alsó sarokba. Érezte az irányt Rusák, ugyan elmozdult előre. Ezt sem szabad elfelejteni. Krebs. Szépen kapja vissza, és Krebs most kiléphet két ember között. Már a 16-oson belül nem sikerül eltalálni a kaput Koltainak. Minden mezőnyjátékos természetesen a Dorog tér felén. Lipták. Na, jöhet egy távoli lövés tőle, nem is volt az rossz Liptáktól, Horváth. És aztán Lipták nem csak szabálytalankodik a lövése után, hanem kap még egy sárga lapot is. A játékvezető ki is jön megbeszélni az esetet. Hanik Pétert pedig elküldik a kispadról. Picit nyugodtabban lehetne bemenni az öltözőbe. Herjecki kap egy labdát, Herjecki! Na ez most mi lesz? Szabadrúgás. És milyen színű lap? Sárga. Mindkét kapus összehozott ugye egy büntetőt. Rusák nem tudott hárítani, és egyébként egy perc a hosszabbítás. Nagy Patrik kivédi elsőre, Horváth, Nagy Patrik másodikra berúgja. Egyenlít a Gyirmót. Láthattunk két lesgolt az első félidőben, megláthattunk két 11-est. Ez egy kifejezetten rosszul rúgott büntető, Nagy Patrika biztosra szeretett volna menni. Azt hitte, hogy Horváth esetleg elmozdul, és ezért rúgta középre. Heffler, Preisinger, rátűzi távolról, Kamarás előtt ott pattog a labda, és gól, vezet a Gyirmót! Nem volt lesen, jól lépett ki, ott felpattan a labda, és Kamarás épp hogy meg tudja előzni Horvátot. És ezért is kell lőni. Preisinger most megtette. Heffler. Preisinger, mellette ott van Sandal. Preisinger beadása Szarka fejjel, 3-1! Na most kijött Szarka nagyszerű fejjátéka, és hát Preisinger jó beadása is. Szarka megelőzi a védőjét, magasabbra is ugrik, mint Nagy Zsombor. És befejeli a harmadik gyirmóti találatot. Nagy Zsombor.
Mészáros. Megpróbál lőni, jó, de jó lövés volt ez. Carka most létszámfölényben indulhat a Gyirmót, Kamarás lesz határon. Szépen teszi tovább Carka, aki aztán összeszólalkozik Nagy Zsomborral, nézzük a támadást, inkább Horváth véd. Sitku felé a beadás, aki majdnem gólt szerez az első labda érintéséből. Beke. A légi veszélyt ügyesen elhárítják a hazai védők. A Gyirmót egy jobb csapat, mint a Dorog, és ezt a mai meccsen be is bizonyították a hazaiak, de igazából az ellenfélnek sem kell szégyenkeznie, hiszen mindent megtett, próbálta eltüntetni a pályán a különbséget, de ez csak az első 35-40 percben sikerült. A Gyirmót FC Győr 3-1-re legyőzi a Dorogot, és ezzel újabb lépést tesz a feljutás felé. Összeállításunkat támogatta a Landplan Hotel.